Igen, de azt a kocsit mutatja, amelyen részt vett a Nemzeti Vágta Kincsen Plusz fogatvágtáján. A Döbrökösszhöz közel is ütvénypusztai ménesből származó kisbéli félvérrel, forrás forellel és forrás frotonnal álltak rajthoz. A hajtó 2010-ben először felvezetőként, majd 2012-ben már versenyzőként vett részt a neves versenyen. Mondjuk mi megkezdjük már is februárban körülbelül. Három lóval készülünk, mert kell egy tartalékló is hozzá. Tudni kell, hogy a feleségem állatorvos, és hát mondjuk nem úgy készülünk, hogy zapot adunk a lovaknak egy kicsi többet, és akkor nekivágunk, hanem hát azért nagyon komoly laborvizsgálatok vannak szinte havonta, a vérvételek, elemezi a feleségem, hogy mi hiányzik a lónak, milyen vitaminokat kell neki adni. A hajtónak unokája ifjabb Tiged Endre volt segítségére. A fogatvágtáron heti ötszöri befogással edzenek, azzal a speciális kocsival, amivel a versenyen is elindult a páros. Ez egy 200 kilós, egy ilyen kis maraton sportkocsi, amivel a gyors munkákat végezzük. Nagyon biztonságos, fékrendszere van, szóval ezzel gyakorlunk. A megfontolt, jól összerakott felkészítési munka a negyedik elsőséget is meghozta a Tolna megyei hajtónak, a Nemzeti Vágta Kincsen Plusz fogatvágtáján.